A Dombóvári Dombovári Polgárőr Egyesület is képviselte magát a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének több mint két évtizedre visszanyúló rendezvényén. A város rendezvényei rendszerint találkozhatunk a formaruhát viselő önkéntesekkel, az Egyesület 30 éve alakult. Azóta nyilván már kicsit előregedett a Polgárőr Egyesület kezdő csapata, próbálunk fiatalodni. Hát én 3 éve vagyok polgárőr, tavaly novemberben átvettem a vezetőség szerepét. Próbálunk az átlag 70 évből kicsit lefaragni, sokat toboroztunk fiatalokat. Sajnos ennek is van hátránya, mert munkahelyük van, és igazából akkor tudjuk őket mozgósítani, ha éppen nem dolgoznak. És vannak lovasaink, akik 4 fővel indultunk. Van kilátásban, hogy lesz még hozzá 1 fő. Próbáljuk őket koordinálni, hogy a külső területeket ők lefedjék. Muszáj lesz orientálódni, elég nagy területünk van, tehát a kisebb környező falva, mert Dombóvár nagy területből áll, a kisebb falvakba Szőlőhegy, mondjuk Dombovárhoz tartozik, de mint Szőlőhegy, Mászlony, hogy oda külön ne kelljen kijárni, tehát arra a részre olyanokat, akik a napi feladatokat ellátják, hogy a benti részre csak akkor kell nekik is bejönni, amikor mi kevesen vagyunk, vagy éppen nekünk akkor kell kimenni, hogyha esetleg problémás a helyzet. Az Egyesület él azokkal a pályázati lehetőségekkel, amivel eszközparkjukat, felszereléseiket bővíthetik. Mondhatom azt, hogy aránylag jó helyzetben vagyunk, vannak nálunk szegényebb egyesületek is. Mi a megyétől kapunk támogatást, kapunk az önkormányzattól is. Nagyon jó a viszonyunk az önkormányzattal, rendőrséggel, tehát ha bármi problémánk van, nagyon támogatnak minket. Jó kis csapatunk van, próbálunk mindenkit úgy ellátni mindenféle felszerelése, hogy azért ne úgy jelenjünk meg, ahogy nem kellene. Ruházatunk aránylag megvan, szeretnénk pályázni ruhákra, mert a téli ruházat elég gyér. De úgy összességében mondhatom azt, hogy jó felszerelt csapatunk van. Műszaki parkot tekintve nagyon le vagyunk gépkocsilag amortizálódva, nagyon rossz az autónk, nagyon nagy volt az idei, tavalyi költségünk. Hát a pályázatot adtunk be idén is gépkocsira, sajnos nem nyertünk. Van 2 elektromos motorunk, van 2 kerékpárunk, nagyon szeretik a fiúk a motorokat, ebbe tudunk most egy kicsit spórolni, csak hát most hozzájön majd az elektromos feltöltés, amit nálunk a családi háznál kell megoldani. Egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan. Vannak köztünk fiatalok, ők a gyalog részét is megoldják, tehát ebből így összetevőleg nagyon jó kis csapat van, hogy ki ebben, ki abban megoldjuk a napi feladatainkat. A helyi rendvédelmi szervvel és a Dombóvár város önkormányzatával is szoros munkakapcsolatot ápol a Polgárőr Egyesület. A szervezet tagjai között jó a kapcsolat, örömmel éltek a megyei találkozó lehetőségével. Tavaly is voltunk, idén is, az országoson is, a megyein is. Lehetőleg én úgy szeretném folytatni a vállalt feladatomat, hogy mindenki vegye részt a jóba is. Viszont elvárásom, hogy amikor össze kell tartani, akkor mindenki legyen ott. Én nem terveztem a főzést, pont most mondták a csapattársak, ugyan én fölvetettem a kérdést, hogy lehetne benevezni. Igen, mindenki a munkája miatt előre 1 hónappal nem tudott tervezni, nyilván én meg főzök otthon eleget, úgy gondoltam, amit nem szeretnék. De most felvetették a kérdést, hogyha jövőre egészségünk és a csapat összetartás így diktál, akkor valószínű, hogy fogunk. Most az idejét még kihagytuk. De a rendezvényt nem hagyta ki a dombóvári csapat, aki tudott, mindenki velük tartott. A legtöbben nem is munkaként tekintenek azokra a szolgálatokra, amelyet térítésmentesen látnak el. Hát ez egy hobbi inkább, ugye kikapcsolódás, jó csapattal lenni, együtt dolgozni, van csapatmunka, ugye. És hát legjobb az, hogy vigyázni egymásra, meg biztonságban tudjuk az embereket, meg magunkat is természetesen. Ez néha nehéz, mert ugye én dolgozok is emellé, és amennyi időt tudok rászállni, én ez minden időmet azért polgárőrködés kapcsolatban így mindig szeretnék toppon ott lenni.
kollégákkal együtt dolgozni. Amikor megkérdezzük, hogy mit tudom, szeretnél polgárőr lenni, vagy bármi, akkor hogy fizetés. Ezt el kell fogadni, hogy ez nem fizetett. A megyei polgárőr találkozó részt vett Dombóvári Polgárőr Egyesület ezután is örömmel vállalja a közbiztonság fenntartását, a gyermek és ifjúság védelmi baleset megelőzési feladatokat.